Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról részvőket is. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. Bartatusek Nébolya vagyok. Én is szeretettel köszöntöm Önöket, Bartatusek János vagyok. Mi vagyunk a PPH egyik 10-es igazgatóházaspárja. Először is megkérem Önöket, hogy a mobiltelefonjukat kapcsolják ki, vagy némítsák el. Köszönöm. Persze, aki ezen nézi az eladást, az nézze rajta nyugodtan, ne kapcsolja ki. Érdemes jegyzetelni. A mai képzés két részből fog állni, egy tudatosságfejlesztésből, továbbá egy ember és életjobbító coach képzésből, ami szünettel együtt körülbelül 3 és 1/4 órát fog igénybe venni. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom Ács volt, mára viszont a PPH tanuló csapatszervezés a fő tevékenységünk. Gyulán élek családi helyzetem, mellette már feleségem és van egy lányunk. Magamról röviden annyit, hogy nekem a PPH előtti foglalkozásom, én kereskedelmet végeztem. Voltam családi vállalkozásban is, ahol adminisztrációt végeztem, és ma már a PPH fő tevékenységünk. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Mesterünk 36 éve foglalkozik emberekkel, és 32 éve van saját szervezésű csapata, illetve közössége. Nagyon érdemes odafigyelni, főleg arra a tanításaira, amit a jövővel kapcsolatban mond, ugyanis azok mindig úgy szoktak bekövetkezni, ahogy mondja pontosan. Szedlacsik Miklós úgy lett neves magyar tanító, kiváló előadó, illetve motiváló, hogy átlagemberként hatalmas kitartással és lelkesedéssel érte el eredményeit, szerezte meg egyedülálló tapasztalatait és tudását. 1987 óta van tapasztalata az emberekkel való bánásmód területén, 91-től szerzett tapasztalatot a csapatban együttműködés területén. 93-tól rendelkezik tapasztalata a cégvezetés, az ember és élet működése, a személyiségfejlődés, a probléma megoldás, az emberek vezetése és oktatása területén is. A PPH 94 óta jól működő közösség. Előadunk egy olyan vezető, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon, és nem csak a tapasztalatok léteznek, hanem használni is tudja őket megfelelő időben és sorrendben. Ha megnézzük, hogy még miben áll egyedülálló mi vezetőnk, vezetésével 4 területen ért el szervezetünk piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Vezetésével már több százezer ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget. Személyesen eddig több tízezer ember fejlesztésében vett részt, nagyon sikeresen. A vezetőnk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. 1984 óta él házasságban feleségével, Mariannal, kiegyensúlyozott boldog család élete van. 2 fiúgyermeket neveltek fel. Kötelességtudó, felelősségteljes tanító. Ebben is példát mutat számunkra. Átlagemberként kezdte, és az élet vezette a mostani útjára. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független, spirituális szervezetének a vezetője. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy az élete közben robbanóban hever. Csak olyan dolgokat tanít, amit használ is. Neki van a legrészletesebb információja bolygó szinten, legkésőbb 2035-re létrejövő, elnyomásmentes, a szeretett korszakról, az aranykorról. Vezetünk életküldetése, az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócs, hogy jön és tartsa meg a mai előadást. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Beszéljünk egy kicsit a jelenlegi világunkról, jó? Kis történelmi áttekintés. Ugye tudjátok, hogy mi pártsemlegesek vagyunk, politikasemlegesek vagyunk, akkor vallássemlegesek vagyunk, bőrszínsemlegesek vagyunk. Jó, tehát
Lényeg az, hogy nincsenek nálunk ilyen előfeltételek, és ugye ez elsősorban abból származik, hogy ugye a szervezet vezetője egy ilyen ember, ezáltal a szervezet is ilyen. Jó, tehát a lényeg, hogy volt nekünk egy rendszerváltásunk. Emlékeztek? A fiatalok nem, de kicsit korosabbak, igen, mert van, aki már a rendszerváltás után született, és most hallgatja az előadásokat. Tehát a rendszerváltás alkalmával ugye volt egy feltétel, nem tudom, tudjátok-e, hogy békésen úgy adják a hatalmat át a kommunisták, hogy megtarthatják a hatalmat, a pénzügyi hatalmat. Nem tudom, ezt tudtátok-e? Tehát ami azt jelenti, nem tudtátok? Pedig ez volt a feltétel, a békés átmenet feltétele. Valószínű nem csak nálunk volt ez a feltétel, hanem az összes szocialista országban azért volt békés átmenet, tehát nem volt polgárháború, mert az volt a feltétel, hogy a kommunisták, akik hatalmon voltak előtte, azok továbbra úgy maradjanak hatalmon, hogy övék lesz a gyár, stb. Stb. Oké? Tehát magyarul ők kiemelt szerepet vállalhatnak a privatizációban. Jó? Tehát magyarul a gazdasági hatalom az gyakorlatilag az ő kezükbe került. Jó? Csak hogy tisztázzuk ezt a kérdést. Na most. Akkor nézzük tovább. Volt egy, ugye egy első kormány, ez az első kormány gyakorlatilag rengeteg tőkést hívott be, tehát rengeteg tőkést. Ugye önmaga nem tudott kormányozni, hanem ugye az SZDSZ-szel kormányzott az MDF annak idején. Ha visszaemlékeztek. Az azt jelenti, hogy ugye az SZDSZ volt az a párt, amelyik szorgalmazta, hogy minél több gyár, üzem, vállalkozás, akkori szocialista vállalkozás, az el legyen adva. Voltak olyan hosszú évek, ahol ide jött a legtöbb tőke. Tehát az azt jelenti, hogy milyen tőke, tehát befektetés Magyarországra jött. De milyen befektetés? Az azt jelenti, hogy megvették a cégeket. A nagyon jól működő cégeket is megvették. Például a Tungsram az világcég volt, csak hogy tisztában legyünk vele, az egész dél-amerikai izzó piac az övé volt. Oké? És szerte a világon a legtöbb forgalmat az izzók eladása terén gyakorlatilag a Tungsram generálta. Ugye már nem magyar tulajdonban van régen, csak úgy mondanám. Tehát olyan cégeket is eladtak, ami teljesen jól működött. Többféle módon adták ezt el, úgyis úgy adták el részben, hogy leértékelték, és akkor utána olcsóbban lehetett eladni. Akkor magyarok, volt kommunista párttagok úgy vették meg a cégeket, hogy ők voltak a cégvezetők, és hitelre vették meg, de olyan nyereséges volt a cég, hogy gyakorlatilag a hitelt pár éven belül a nyerességből simán visszafizették. De nem is ez a lényeg, mert Magyarországon a nagy cégek többsége az előbb-utóbb külföldi kézbe került. Tehát külföldi kézbe. Tehát hosszú éveken keresztül ide jött a legtöbb tőke. Most ugye senki nem naív, gondolom, avval kapcsolatban, hogy a tőkés az úgy fektet be, hogy befektet egy országba és kiviszi a hasznot.
És ha a legtöbb tőkés ide fekteted be, akkor a jelenben a legtöbb tőkés innen viszi ki a pénzt. Tehát például Csehországban úgy volt a privatizáció, hogy a gyár dolgozói vásárolták meg a cégeket, nem a gyár igazgatója. Érted? Tehát Magyarországon egy ilyen különleges privatizáció volt, ahol gyakorlatilag a nép járt a legrosszabbul a privatizációval. Egyes magyar állampolgárok, akik a cég vezetői voltak, azok jól jártak, de egyes magyar állampolgárok gyakorlatilag hiába megszerezték mondjuk a céget, előbb-utóbb eladták külföldre, jó pénzért természetesen. Szóval a lényeg az, hogy ugye beszélgettem ma valakivel, és szóba került az, hogy miért Magyarország, tehát miért jutott oda, hogy már az EU gyakorlatilag utolsó országa szinte gazdasági szempontból, és például infláció szempontjából első, stb. Stb. Tehát ugye azért van ez így, mert a kormányok, amik eddig voltak, azok gyakorlatilag a szocialista országok közül a legnagyobb mértékben árusították ki az országot. Tehát egy magyar tulajdonos az Magyarországon fogja felhasználni a nyereségét. Egy külföldi tulajdonos kiviszi az országból a nyereséget. Ha egy magyar gazdag külföldön fektet be, akkor az behozza a nyereséget az országba. Oké? Tehát csak azért, mert ugye az emberek itt mindenféle tép képzetük van és ellenséges képzetük van, de jellemzően érdekes módon nem a külföldi cégekkel van ellenséges gondolkodásuk, hanem a magyar gazdagodókkal van ellenséges gondolkodásuk. Például mondjuk a Bence nevén lölő. Oké, tehát, de ugye nem csak ő a gazdag, hanem azért sok gazdag van, de ő a leggazdagabb. Szóval, de gondoljátok végig, hogy ők magyarok, és a befektetés nyereség, vagy a nyereséget azt Magyarországon költik el. Vagy jellemzően Magyarországon fektetik be, érted? Na most a külföldi cégek, amivel szemben a magyar állampolgárok egyáltalán nem beszélnek negatívan, azok mind úgy, ahogy vannak, kiviszik az országból a hasznot. Érted? És mivel az összes szocialista országok közül, ugye most Oroszországot leszámítva, nálunk lett a legtöbb felvásárlás, cégfelvásárlás, külföldi cégfelvásárlás. Ez azt jelenti, hogy a nyereség az nem az országon belül marad, hanem kiviszik. És ez a lakosságnál érezhető, olyan módon érezhető, hogy ezért magas az infláció, ezért van ugye a leglassabb gazdasági növekedésünk, stb. Stb. Tehát már gyakorlatilag már Bulgária szintjén vagyunk, és azért Bulgária jóval lejjebb volt, mikor mi az EU-hoz csatlakoztunk, meg ők is. Szóval lényeg az, hogy az emberek nem látják át. Mindenki boldog volt, hogy jönnek a befektetések, de azt ki is kell fizetni, azokat a befektetéseket, kamatos kamattal, érted? Tehát ez előre látható volt, ugye én pénzügyi területtel foglalkoztam régen,
és ugye előre láttam azt, hogy ennek az lesz a következménye, hogy a lakosság fogja megszívni, mert a lakosság az ország, tehát nem a hatalmon lévők az ország, nem a kormány az ország, hanem a nép az ország, és mindig ugye ha az ország megszívja, akkor a nép szívja meg, és lényeg az, hogy egy ilyen helyzetben vagyunk, ahol reálisan kellene látni a dolgokat, hogy miért jutottunk oda, ahova jutottunk. Tehát ugye ez elsősorban annak volt köszönhető, hogy kiárusították az országot, és az összes ország közül a leginkább kiárusítottak voltunk. Jó, és vagyunk. Jó, tehát ez ugye van egy másik dolog, amiről körülbelül 20 évvel ezelőtt beszéltem először, hogy volt annó annak idején egy Gyurcsán kormány, emlékszik valaki, hogy hányban volt az? 2004 2002-től, azért mondom, hogy 2004 környékén, nem? Igen, tehát az így volt. Na, szóval a lényeg az, hogy akkor, mikor a Gyurcsán kormány volt, akkor kötődött egy kormányközi megállapodás Izrael és Magyarország között, amit ugye a következő kormány az ratifikálta, ahogy szokták ezt mondani. Tehát nem bírálta fölül, hanem elfogadta egy az egybe. Ez a kormányközi megállapodás arról szólt, hogy költözhessenek be az ott élők. Tehát tömegesen költözhessenek be az ott élők. Oké? Izraelben élők. Ezért ugye Izraelben elindult, még akkor, ez a megállapodás következtében, a magyarul tanítás. Ugye ezt nem csak velünk csinálták, hanem a lengyelekkel is. És, tessék? Hát csehekről nem tudok, de a lengyelekkel biztos. Szóval a lényeg az, hogy akkor arról beszéltem, ez mondom ilyen 20 éves téma, 20 év körüli téma, akkor arról beszéltem, és azóta többször, hogy ha egy népet elszegényítenek, akkor utána lehet jönni megmentőként szerepelni. És ha ők a megmentőink, akkor a nép megmentőivel szemben nem lesz ellenséges. Na most ahhoz, hogy a megmentőink legyenek, ahhoz el kell szegényedni a magyarnak. Oké, tehát erről beszéltem régen. De ez nehogy azt higgyétek, hogy ennek nincs aktualitása. Jó, és ez az elszegényítés a magas infláció miatt elindult. És hát nyilván arról a államközi megállapodásról, hát nyilvánvalóan nem csak a magyar és az izraeli állam tud, hanem valószínűleg tud az amerikai állam is, sőt tud az EU is, valószínűleg. És nyilván hát támogatják ezt a fajta működést. Mit gondolsz, miért nem jöhettek ide az arabok ezért? Oké?
Mert ugye az izraeliek azért jönnek el Izraelből, mert elegük van az arabokból. És köszönik szépen, nem kérnek abból, hogy beköltöznek egy országba, és ott ugyanúgy ott vannak az arabok. Szóval ez, ami van minden szinten, a politikában, ez a háború kérdés, a Covid kérdés, minden, ami van itt az elmúlt 4-5 évben, ez mind csak színjáték, amit egy színház, nem valós. Érted? Amögött a valóság közel nem az, mint amit kifelé mutatnak. Tehát a háttérből, ugye a színészek például, ugye a színházban, az nem a saját életüket játsszák, hanem egy szerep rájuk van írva, és azt a szerepet eljátsszák. Ez van az összes politikus esetén, hogy rá van írva egy szerep, azt a szerepet a politikus eljátsza, mint egy színész. Vannak olyan politikusok, amik színészek, mint például ugye az ukrán elnök, az echte színész, és eljátsszák a szerepüket, de a háttérben a színészek élete nem arról szól, és az ország, és az egész politika, és az egész háború nem arról szól, amit az emberek látnak, érted? Nem arról szólt a Covid, tehát semmi nem arról szólt, mint amit az emberek látnak. Tehát az egész, tehát az ki van rakva a színház az emberek elé, és az emberek nem a valóságot látják. Na most ebben a helyzetben ugye mit lehetne tenni? De hát nem csak itt Magyarországon vannak gondok, hát egész EU-ban elindult az elszegényítés, úgy ahogy van, mindenütt. Tehát az elszegényedés, elszegényítés, most mindegy, milyen ragot rakunk hozzá. És ugye miért mondom ezt, hogy hát mert gondold végig, hogy nem csak nekünk lesz neki ilyen jellegű, Ilmuskám, megy a mikrofonod. Szóval lényeg az, hogy nem csak itt vannak gondok, hanem máshol is vannak gondok. De ugyanúgy nem látják az emberek, ugyanúgy színházat látnak ott is. Tehát igazából ott se lesz jobb, mint nálunk. Itt nekünk van egy helyzeti előnyünk a többiekkel szemben. Mindig is volt egy helyzeti előnyünk, és ez a helyzeti előny, tudod, miből származik? Két dologból származik. A genetikai vonalunkból származik, és a nyelvünkből származik az előny. Ugyanis egy olyan módon működik a magyar, hogy ha megnézed a világon a legtöbb a lakosság létszámához képest, vagy a nép létszámához képest, vagy a nemzet létszámához képest, a legtöbb találmányt adtuk a világnak. Messze a legtöbb találmányt. Tehát itt van ez az új film, itt az Oppenheimer, még nem láttam, de ugye meséltek róla. Hát gyakorlatilag ugye az atombomba. Hát egy csomó magyar közreműködött abban, hogy az létrejött. Jó, tehát ezt csak azért mondom, hogy a magyar az okos.
Tehát, hogy az, ugye volt egy mondás, egy régi mondás, hogyha egy forgóajtón, ma a külföldieknek mondták ezt a forgóajtót, hogyha a forgóajtón bemegy utánad egy magyar, akkor mivel kiléptek, már előtted lesz. Szóval lényeg az, hogy, ugye mi nagyon jó szellemi képességekkel, tehát ésszel vagyunk megáldva. Itt egy kérdés van az ésszel kapcsolatban, hogy vajon kinél melyik az erősebb? Az ész vagy az ego? Ez mindig a kérdés. Mert ott, ahol az ego elnyomja az észt, ott az ész az nem látszik. Az nem nyilvánul meg. Mert nem tud megnyilvánulni. Ott, ahol az egót sikerül az észtek legyőznie, ott ugye az az illető képes az eszességét alkalmazni. Na most, van nekünk egy másik dolgunk az eszességünk kívül, hogy vállaltunk valamit, mint nép. Több ezer éven keresztül csináltuk azt, és István leállította ezt. Anno, annak idején első István. Mégpedig azt, hogy egy magasabb szintű tudást juttassunk el az emberiség számára. Na most, ha egy nép nem teljesíti a vállalt küldetését, akkor utána ne csodálkozzon, hogy mint nép mindenféle nagy kihívással kerül szemben, és ha megnézzük a történelem során, hát elég nagy kihívásokkal kerültünk szembe. Ezek a kihívások nyilván még a túlélésünket is sokszor fenyegették. Mint népnek a túlélését. Tehát ezt a küldetést nem fejeztük be. Hogy egy magasabb rendű tudást juttassunk el az emberiség számára. Ugye azért mi vállaltuk, mert eszesebbek voltunk, mint a többiek. Nem tudom, tudjátok-e, hogy a hunok közvetlen leszármazottjai vagyunk, a világ ennek tekint minket, mi ezt magyarok a hivatalos magyar álláspont szerint megtagadjuk. Pedig a világon mindenütt úgy szerepel, hogy Hungary, hun. Hun. Oké? Okay? Nem tudom, miért tagadjuk ezt meg, mikor a nevünkben is benne van. Szóval, a hunok világküldetése volt, és ezáltal nekünk magyaroknak a magasabb rendű tudás eljuttatása az emberiség számára. Tehát ugye mit jelent, ha nincs magasabb rendű tudás? Azt jelenti, hogy elbutulás. Ezért volt sötét középkor. Nézd meg, hogy micsoda elbutulások voltak. Ezért van most ez a korszak, ahol ilyen elkezdődött a totális elbutulás. Megnézheted, az emberek nagy része, tehát ugye mit jelent az elbutulás? Csak hogy tisztában legyél vele. Minél butább egy ember, annál hiszékenyebb. Világos ez? Tehát a hiszékenység és a butaság az párhuzamos egymással. Oké? Mert egy okos ember az nem hiszékeny. Világos ez? Mert átlátja a dolgokat. Egy buta ember az elhisz mindent. Ha kellően sokszor mondják neki. Oké? Vagy kellő nyomatékkal mondják neki, vagy hát valami nagyon felépített ember mondja neki. Érted? Tehát
lett bizonyítva, hogy, hogy Európában az emberek jó része buta. Ugyanis bebizonyították az elmúlt években, hogy mennyire hiszékenyek voltak. Mennyire hittek el mindent, amit mondtak. És az emberek többsége Európában mindent elhitt, amivel beletették őket. Mindent. Tehát ez a bizonyíték, hogy az emberek nem okosak. Tehát nem eszesek. Nyilván tisztelet azoknak, akik nem voltak hiszékenyek ebben az időszakban. Oké? De ez a kisebbség. Körülbelül azt lehet mondani, hogy egynegyed, egyharmada az európai lakosságnak nem volt hiszékeny. De a többség az hiszékeny volt. Tehát mondom még egyszer, minél hiszékenyebb vagy, bocs, hogy ezt kell mondanom, annál butább vagy. Hát jó lenne egy kicsit okosodnod. Itt lenne az ideje, hogy okosodj. Szóval a magyaroknak volt egy küldetése, amit nem fejeztek be. És még továbbra is, annak ellenére, hogy a magyarok nagy része is elbutult, bebizonyították, mert hiszékenyek, mégis okosabbak vagyunk valamennyivel, mint a többiek. Sajnos. Vagy hála Istennek? Nézőpont kérdése. Na most, mit jelent az okosság? Az okosság azt jelenti, hogy az ember képes a legmegfelelőbbet cselekedni adott helyzetben. Bármilyen helyzetben. Ez jelenti az okosság. Érted, hogy képes az egyén a legmegfelelőbb cselekvésre az adott helyzetben. Tehát ez azt jelenti, hogy ha egyszer cselekszel, azt soha ne kelljen megbánni. Nem tudom, elég világos voltam-e. Tehát nem egy-két év múlva ne kelljen megbánni, hanem soha, míg élsz, ne kelljen megbánni. Ne kelljen majd bármikor az életedbe azt mondani, hogy ezt nem kellett volna. Ezt jelenti az okosság. Érted? De ez nem egyenértékű azzal, hogy nem kell azért ezáltal semmit se tenni, és akkor az ember nem bán meg semmit, nem? Csak ezt meg úgy hívják, hogy mulasztás. És a mulasztás most a legáltalánosabb bűn a bolygón. Tényleg. A mulasztás. Mert van egy olyan etikai szabály, hogy tedd meg azt, amit bezzeg szeretnéd, ha te veled megtennének. És ha nem teszel meg olyat, amit bezzeg te szeretnél, ha veled megtennének, akkor az egy ártott tett. Oké? Szóval nézzük meg, hogy mivel is foglalkozunk. Tehát nem tudom téged mennyire érdekel a történelem meg a múlt, világéletemben gyerekkoromtól ez nagyon érdekelt ez a téma. Ezáltal foglalkoztam olyannal is, hogy mi a mi múltunk egészen vissza 7000 évre ennek a népnek a múltja. 7000 évre foglalkoztam vele. Azon túlmenően azzal is foglalkoztam, hogy itt a történelemmel kapcsolatban, hogy milyen jóslások történtek a jövővel kapcsolatban. Például volt ilyen, hogy a legismertebb ilyen jós az Nostradamus. De hát sok jóslat van avval kapcsolatban, hogy mi lesz a jövőben. Hát nyilván
Nem kell minden jóslatot jóslatnak hitelt adni, mert sok olyan jóslat van, amire az ember csak legyinthet. De amikor több jós ugyanazt jósolja, arra azért érdemes odafigyelni. Tehát mikor egy valaki mond valamit, akkor hagyni kell a francba, érted? De amikor többen jósolják ugyanazt, akkor arra oda kell figyelni. És ha megnézed a jóslatokkal kapcsolatban a 2035-öt, ez sok helyen feljön, ez a dátum, ez a 2035. Nem csak nálam, hanem másoknál is. Ezért érdemes erre a dátumra odafigyelni, a 2035-re. De nem ezt akarom mondani, ezt csak úgy példaként hoztam föl. Hanem az a jóslat, én olvastam kb. 7 ilyen jóslatot, hogy ez időtájt lesz egy nép a Kárpát-medencében, amely majd eljuttatja az emberiség számára a magasabb rendű tudást. Ezt mondom, 7 különböző embertől olvastam. Oké? Többek közt Nostradamus is ezt jósolta. Jó? Többek közt. Szóval, hát vajon melyik népre vonatkozhat az, hogy lesz egy nép a Kárpát-medencébe, amelynek az lesz a dolga, hogy eljuttassa az emberiség számára a tudást? Tehát van egy olyan világunk, ahol van két párhuzamos dolog. Az azt jelenti, hogy van egy általános elbutulás, és van egy általános elszegényedés. Az egész bolygó szinten van egy általános elszegényedés. Oké? Nem csak Európában, hanem ha átlagot nézünk a bolygón, akkor az egész bolygón van egy elszegényedés. Tehát az egész bolygón az összes ország, olyan, vagy majdnem az összes ország olyan mértékben el van adósodva, hogy ez elindította a lavinát, az elszegényedési lavinát. Szóval erről beszéltem, hogy miért vannak eladósodva az országok. Nem most, hanem máskor. Tímentesben utána hallgathatod. Szóval lényeg az, hogy van egy általános elszegényedés és egy általános elbutulás. De ez természetes. Minél butább egy ember, annál szegényebb. Ez így működik. Most ne azokat nézzük, akik örökölték a vagyonukat. Bár a nagyon buták még a nagy vagyonokat is elherdálják. Oké? Lásd Onassis vagyon. Hűt helye van. Az utódok szétrabolták a vagyont. Pedig a világ egyik legnagyobb vagyona volt az Onassis vagyon. Még pár évtizeddel ezelőtt. Szóval, ahogy butulnak az emberek, úgy szegényednek el. Egyesek viszont az elbutulásból hasznot húznak. Az elszegényedésből hasznot húznak. Mondok példát, hogy a gazdagok a Covid alatt még gazdagabbak lettek. Nem hiszed? Nézz utána nyugodtan. Ez egy tény. Tehát azt gondolod, hogy a gazdagok a Covid alatt szegényedtek, akkor te óriási tévedésbe vagy. A gazdagok a Covid alatt gazdagodtak. A gazdagok ebben a gazdasági válságban is gazdagodnak, és az a helyzet, hogy a Covid alatt jobban gazdagodtak, mint előtte.
a háború óta jobban gazdagodnak, mint előtte. Ez az előtte, ez 2020 előttről beszélek. Oké? Csak hogy tisztában legyünk ezek a dolgokkal. Tehát amikor ilyen nagy gazdasági kutyulás van, mint ami most van, erre van egy mondás, hogy a zavarosban a legjobb halászni. Tehát a gazdagok megkutyulják a dolgokat, és utána abban az időszakban még gazdagabbak tudnak lenni. Persze a nép rovására, mert mindig a gazdagok a nép rovására gazdagodnak. Mindig. Oké? Tehát most a világ leggazdagabb emberei családja, inkább úgy mondanám, mert nem az embereket kell nézni, hanem a gazdag családokat kell nézni. Sokkal gazdagabbak, mint a királyi családok voltak. Sokkal gazdagabbak, mint valaha a királyi családok voltak. Szóval persze most vannak olyan királyi családok, amelyek gazdagok, például a Windsor királyi család, ugye a világ egyik leggazdagabb családja. Szóval lényeg az, hogy ugye van egy párhuzamosság, ez a kulcs, ez a párhuzamosság. Van egy általános elbutulás, aminek a következménye az általános elszegényedés. Oké? És akkor ez megy párhuzamosan. És akkor itt van, itt lehet a fordulat. Van egy nép, amelynek az a küldetése, hogy az embereknek használható tudást vigyen el. A mindennapokban használható tudást. Érted? Egy magasabb rendű tudást. Mit jelent a magasabb rendű tudás? Ugye minden napokra fordítva, jó? Nézzük. Itt van 10 életterület. Ezeken a 10 életterületeken legyen annyi tudásod, hogy ne hibázz. Ennyi. Oké. Megint mit jelent a hibázás? Hogy utólag sosem mondd azt, hogy megbántam ezt a cselekvésemet, vagy ezt a döntésemet. Világos ez? Tehát sose kelljen azt mondani, hogy ezt a döntésemet, ezt a cselekvésemet megbántam. Oké? Na most, ezt a tudást el kell vinni az emberiségnek. Az emberiség része a magyarság is. Tehát először az azt jelenti, hogy sok magyarnak kellene tudni a tudást, hogy azok továbbadják a világban. Érted? Tehát a magyaroktól indul ki, a jóslatok ezt mondják, hogy a magyaroktól indul ki az a tudás, ami felemeli az emberiséget. Oké? Na most, miért nem a többi néptől? A környezetünkben egyetlen egy nép sem vállalta azt évezredekkel ezelőtt, és nem fejezte be, hogy egy magasabb rendű tudást juttat el az emberiség számára. Világos ez? Csak hogy tisztázzuk ezt a kérdést. A hunok viszont bevállalták. Mi magyarok csak 170-től vagyunk hivatalosan magyarok. Előtte hunok voltunk, tehát Krisztus után 170-től. Előtte hunok voltunk. Oké? És Attila, a hunok királya, mi magyarok azt mondtuk Attilára, hogy a királyunk. Minden akkori írásunkban így szerepelt, hogy Attila a mi királyunk. Oké? Csak hogy világos legyen. Tehát mi vállaltuk be, nem a körülöttünk, sőt, egy nép se vállalta be rajtunk kívül ezt, itt a környezetünkben és Európában, csak a hunok. Vannak a hunokkal
Tehát van rokon népeink, a japánok, a koreaiak, ezek vérrokonságban vagyunk velük. A kínaiak is rokonok, de nem vagyunk velük vérrokonságban. Oké? Okay? Tehát ők olyan, mint a sógor, tudod? Azzal sem vagy vérrokonságban. Szóval, lényeg az, hogy például a bulgárokkal is vagyunk vérrokonságban, a lettekkel, a lappokkal, az észtekkel vagyunk még itt a környékünkön vérrokonságban. De a közvetlen húnvonal az a magyar. Világos ez? Szóval, nem tudom, tudod-e, hogy ilyen vérrokonság, hun vérrokonság az hány fő a világon? 300 millió. Nem kevés. Hát abból a japánok vannak csak 100 millióan. Oké? Okay? Jó, tehát megnézzük ezt a dolgot, akkor mi azt vállaltuk, hogy eljuttatunk egy... Ugye csak mondanám, hogy a japánok nem voltak benne ebbe a szerződésben, mert akkor már külön váltak. Jó? Se a koreaiak. Tehát mi bevállaltuk azt, hogy egy magasabb rendű tudást juttatunk el az emberiség számára. Na most, de a magasabb rendű tudásnak lehet egy hozadéka. Két hozadéka. Egy okosodó nép, mondod végig. És mivel innen indul ki, ezért a leginkább okosodó nép a bolygón lehet egy hozadék. A másik hozadék, hogy a bevételek ide jönnek be. Mert innen indul ki, tehát a bevételek ide jönnek be. És ez azt jelenti, hogy ez létrehozhat egy fellendülést. Világos ez? Méghozzá egy komoly, igen komoly gazdasági fellendülést. Ha az ember egy kicsit utána számol, ahhoz, hogy ezt a dátumot itt újból beszéljek róla most már kivetítve, ez egy korszakváltást jelent. Ennek a korszakváltásnak létre kellett volna jönnie 2012. december végével. Oké? Létre kellett volna jönni. Nem történt meg, úgyhogy örülj, hogy még van emberiség. Mondjuk azt, hogy örüljünk. Jó? De te jobban örülj, mint én, mert te félsz a haláltól, én meg nem. Ez a különbség, jó? Mert én tudom, hogy mi történik akkor, ha az ember meghal, te meg nem tudod annyira, mint én. Szóval lényeg az, hogy örülj, hogy az emberiség még fenn van, fönnáll. Mert kitolták ezt a 2012 évvégi határidőt, 2034 év végére. Oké? Okay? Mert 2035 év elejétől már ennek a bolygónak, ugyanúgy, mint 2013-tól, ennek a bolygónak már ezen a bolygón aranykornak kellene lenni, és 2035-re ezen a bolygónak aranykornak kell lennie. Az aranykor az a szeretett korszak, ahol az emberek képesek szeretetben együttműködni. A fentiek vállalták azt, hogy a kerékkötőket kiiktatják. Oké? Okay. Az azt jelenti, hogy aki az ellen akar tenni, hogy ne valósuljon meg az aranykor, akkor az nem éli meg a másnapot. Oké? Okay. Vagy olyan mértékben lenullázzák, hogy egy élő halott lesz. Ja? Szóval,
A szeretet korszakot be kell vezetni a bolygón. És az emberek úgy működnek, ha bármit ingyen adsz nekik, nem értékelik. Sőt, aki, bárki, aki ingyen akar valamit, annak az etikájával gondok vannak. Ugyanis az ember tisztességesnek született, és a tisztesség része a csere. A csere. Ami annyit jelent, hogy egy tisztességes ember az adó-kapok módszerrel működik, és nem csak kapok módszerrel. Tehát, hogyha bárkivel, olyan emberrel van dolgod, aki csak kapni szeret, és adni nem, azt messze kerüld el, jó? Mert jó, ha tudod, hogy ő egy nem tisztességes ember. Tehát, aki csak kapni szeret, az más galádságra is képes, jó? Tisztában legyél, az képes lopni, csalni, hazudni, oké? Simán. Szóval a csere azt jelenti, hogy mi adunk tudást az embereknek, ők pedig ezért fizetnek, oké? Ha valakinek nem tetszik, annak nyasgem, oké? Ennyit tudok mondani. Azért, hogy fizetni kell a tudásért. Hol láttál te már olyat, hogy bármilyen tudásért nem kellett fizetni? Amikor általános iskolások voltunk, akkor látszólag a szocializmusban nem kellett fizetni. Dehogy nem kellett fizetni. Hogy ne kellett? Hát az állam abból finanszírozta az iskoláztatást, amit az emberek dolgoztak, annak a hasznából. Világos ez? Most miről beszélünk? Tehát hol? Ha te államilag támogatott bármilyen képzésen vettél részt, azt az állami támogatást valaki befizette adó formájában. Világos ez? Hogy csak tisztázzuk már ezt a kérdést. Tehát olyan, hogy ingyen ebéd, nincs. Felejtsük el. Oké? Nincs olyan. Azt valaki finanszírozza, azt az ingyen ebédet. Oké? Tehát, ha valamit finanszírozni kell, akkor jogos az elvárás, hogy az emberek azok fizessenek érte. És a tudás, ha megnézed, ma a bolygón kőkeményen meg van kérve az ára. Most néztem éppen az egyik embert, aki ilyen ismertebb tudásátadó, hogy mennyit kér a képzésekért. Mondjuk egy kétórás haszna, kétórás haszna, megnéztem, körülbelül 1,5 millió forint, másfél valamivel több, mint 1,5 millió forint, két órás haszna. Jó? Tehát két órás előadást tart, nincsenek benne módszerek, jó? Maradjunk ennyiben. Semmilyen módszer nincs. Két óráért, vagy 2,5 óráért, hát szerintem 2 óra, mert este 7-kor kezd. És hát az valószínű, hogy 9-kor befejezik, vagy 9:30-kor, mert esetleg csinálnak közte egy szünetet. És mondom, a tiszta haszna, a tiszta haszna, jó, ez még nem az adózott, tehát az adózás előtti haszna, az olyan több mint 1,5 millió forint. Elég jó óradíj, nem? Egyébként úgy hívják, hogy csernus, csak hogy tisztában legyünk fel ez a kérdése. Ja? Mondom, a tiszta haszna. És na most, tehát ott ülnek az emberek, azt mondja, hogy óránként 2250 forintért, oké?
Jó, tehát csak példa. Tehát ha valaki sokkal mondjuk óránként 420 forintot, akkor ne tanuljon. Jó? Nem kell tanulnia, akkor butuljon. Neki az való. Jó? Az elbutulás. Mert ugyanis nálunk a rendszeres képzések az óránként 420 forint. Ennyiért sehol nem kapsz képzést. Sehol, semmilyen formában. Ráadásul olyan képzést, nem a díjmentesben vannak a képzések. A díjmentes az csak információ. Hanem, ugye itt vannak ezek a területek. Menjünk vissza. Ez a 10 terület. Mit csinálsz akkor, hogyha nem vagy elég sikeres? Nem kellene változtatni magadon? És milyen módszered van rá? Itt tanulsz módszert rá. Ha mondjuk nem elég sikeres a párkapcsolatod, milyen módszered rá, hogy megjavuljon a párkapcsolatod? Például a fennevezett személy párkapcsolati dolgokat fog tanítani embereknek, úgyhogy a harmadik párkapcsolata van. Nagyon hiteles, persze, nagyon, nagyon hiteles, így van. Így van. Jó? Tehát ugye pont erről volt szó a házigazdáktól, hogy ha valaki tanító, akkor ne ugassa azt, amit tanít, érted? Hanem úgy éljen, ahogy tanít. Azt csinálja, amit tanít, érted? Tudjátok, hány olyan párkapcsolati tréner van, akinek romok van a párkapcsolata? Tehát röhely, érted? Röhely. Hozzám is jöttek a 90-es években trénerek, érted? Azóta nem mernek jönni. Tehát jöttek, és ugye akkor már komoly eredményeket értem, mert piacvezetők voltunk éppen abban a tevékenységben, pénzügyi tevékenységben, és ezért ugye én voltam a vezetője az egésznek, én hoztam létre a nulláról, lett piacvezető, érted, az a pénzügyi cég, és lényeg az, hogy ugye rögtön megtaláltak, jó pénzt láttak bennem, tudod, és hogy majd tanácsokat adnak, tudod? És akkor, és mondom, mit csináltál az életed? Hát tanultam ezeket, amit most tanácsot adok. És mondom, te mit értél el az életedben? Én mondom, a saját erőmből nulláról értem el azokat a dolgokat, amit elértem. Teljesen nulláról, érted? Mondom, te mit értél el? Jó, és akkor utána elkullogott, nyilvánvalóan ennyit tudott csinálni. Akkor volt olyan, hogy már a 2000-es években megint elmentem egy tanfolyamra, ott is volt egy tréner, és akkor volt egy olyan, hogy na akkor csináljunk egy feladatot. Kiadta a feladatot, ott többen voltunk, és ő is csinálta a feladatot. És szerinted ki volt az első a feladatban? Nem ő, nem a tréner, hanem én. Oké? Hát utána mondta, hogy hát, miért jöttem, miért? Hát nem mondtam, én is szeretek tanulni azért. Mert azt mondja, nekem nem tud újat mondani. Hát mondom, nem baj az. Az én itt jól érzem magam. Persze, hát kellett, persze. Így van. Szóval, lényeg az, hogy el kell juttatni az emberiség számára a tudást. De ezt nem úgy kell eljutatni, hogy puszira. Nem, hanem úgy, hogy akik eljuttatják, azok búsásan meg tudjanak belőle élni. Érted? Tehát nagyon jó. És tudjon érvényesülni a sok kicsi sokra megy elv.
Tehát így is piacvezetők vagyunk azon a téren, amit csinálunk. Tehát például mi képezzük a legtöbb coachot Magyarországon. Akkor világviszonylatban nincs adatom egyébként. Akkor nekünk van egy olyan képzési közösségünk, amely fix, nem állandóan változó, érted, és gyarapodó. Tehát nem olyan, hogy mit tudom, hogy beülnek, aztán na most ezt kifizettem, aztán mikor megyek megint, akkor az. Nálunk rendszeresen havonta fizetnek az emberek tandíjat. A legrégebbi tanulónk azt 28 éve rendszeresen fizet havonta. Például a házi gazdáink rendszeresen 9 éve fizetik a tandíjukat havonta. Oké? Megnézed az összes oktatót itt Magyarországon, még akkor is, ha iskolában tanító, nincs olyan diákja, amely 9 évet vagy 8 évet fizet tandíjat. Érted? Úgyhogy totál piacvezetőnk vagyunk ebben a kérdésben. Világos ez? Ebben a kérdésben is. Is. Szóval van egy óriási feladatunk, ez egy hatalmas feladat. Létre kell hozni egy új korszakot ezen a bolygón. A szeretet korszakot. És erre a kiinduló pontból a magyarok alkalmasak. Slussz. Mint az egyik legeszesebb nép a bolygón. Érted? És az egyik legősibb nép a bolygón. Tehát ha megnézzük csak a nyelvünket, keres még egy olyan nyelvet a bolygón, amelynek akkora szókincse van, mint a magyarnak. Jó? És valószínűleg nem fogsz találni. Na most, hát ebből látni, hogy nyilván minél régebbi egy nép, valószínűleg annál nagyobb a szókincse, nem? Tehát a magából a szókincsből visszakövethető, hogy ez a nép mióta van a bolygón. Szóval kell lenni egy korszaknak, és ezt úgy lehet megcsinálni, hogy akik jönnek tanulni, azok lehetőséget kapnak arra, hogy hozzanak tanulókat. De ez csak úgy, ha hozol tanulókat, az úgy nem működik. Mi lenne, hogyha az egész egy üzleti alapon lenne? Márpedig így van. Oké? Okay? Tehát, hogy ebből csinálnál egy üzletet, saját üzletet. Egy olyan üzletet, ahol nézzük. Hol van? Ja, mutatom, itt van. Ahol mondjuk a tandíjaknak kezdetben 25%-át jutalékként megkapod. Később akár az 53%-át, vagy annál magasabb. 77,6%-át, vagy annál magasabb összeget, illetve százalékot a tandíjnak. Ez azokra vonatkozik, akiket te hoztál. De van egy lehetőséged, hogy ha te szervezést is folytatsz, nem csak tanulsz, tehát saját üzletet is létrehozol, akkor nem csak a saját teljesítményedből részesül, hanem mások teljesítményéből is, akik időrendi sorrendben csatlakoztak a csoportodba. Ez egy ilyen láncszerű csatlakozás. Tehát szó szerint az emberek egy vonalba csatlakoznak lefele. És időrendi sorrendben mindig az utolsó láncszem a legfiatalabb csatlakozott. Mármint nem úgy értve, hogy életkorra, hanem a PPH-hoz csatlakozás. A csatlakozás
az mindig a regisztrációt jelenti. Jó? Tehát nem az, hogy tanul, mikor vált tanulóvá, hanem mikor lett regisztráltunk. Tehát mikor töltötte ki a regisztrációját, vagy töltötte ki megbízásból a ajánlója. Jó, szóval a lényeg az, hogy abban a láncban, ha onnan úgy, úgy nézd, hogy te vagy a lánc tetején, végén, felső végén, és a lánc megy lefele, és bárki a láncban tandíjat fizet, és te a szervezésben részt veszel, akkor utána jutalékot kapsz. De már elő dolgok is történnek, ami azt jelenti, hogy minden tandíj befizetésnek pont értéke van. Tehát pont értéke, meghatározott konkrét pont értéke. Kétféle tandíj van, van az első havi tandíj, az 19.700 forint, így akciósan, és van a második hónaptól a további tandíj, az 12.500 forint. És az azt jelenti, hogy az első havi tandíjnak nagyobb a pontértéke, arányosan nagyobb, a második hónaptól arányosan kisebb a pontérték. Ez ilyen több tíz pontértéket jelent. Tehát minden tandíjbefizetés, az mondjuk a legutolsó láncszem fizet, ott egy ember fizet egy tandíjat, akkor az összes fölötte lévő a láncban megkapja a pontértéket. Oké? Tehát mindenki. Tehát a pontértéke mindenkinek gyarapszik. Minél több ideje van itt benn, annál nagyobb a pontértéke. De nyilván csak pénzre akkor tudja váltani a pontértéket, ha részt vesz a szervezésben, és akár üzletileg gondolkodik a szervezésben. A javaslat az, hogy mondjuk minimum tőled kiindulva, havi szinten, tehát tőled kiindulva, havi szinten 8 ember. Tehát akkor beszélhetünk üzletről, ha 8 embert tőled kiindulva, tehát úgy, hogy általad, tehát te javasoltad neki, hogy nézzen meg egy bemutatót. Vagy te tartottál neki bemutatót. Oké? Vagy együtt megnéztetek egy bemutatót. Tehát onnantól számíthatsz üzletre, hogyha ezt megcsinálod havi szinten. Tehát lehet akár 8, vagy 15, vagy 30 olyan ember, aki tőled hallotta azt, hogy nézzen meg egy bemutatót. Ez a bemutató, ami most van. Oké? Tehát a havi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 az még kevés ahhoz, hogy neked üzleted legyen. Érted? És ha ezt megcsinálod, akkor lenne egy gyors üzleti növekedésed, amiből elég hamar kereshetnél 6, 7 vagy 8 számjegyű jövedelmet. Tehát az nem üzlet, hogy valamit csinálgatunk. Világos ez? Tehát gondold végig, egy bemutató az egy ilyen 3-4 óra, 1 óra. Az összesen mondjuk legyen egy órás, az mondjuk 8 óra. A 8 bemutató. Jó? Tehát az egy részmunkaidő. De havi szinten 8 óra. Nem heti. És mi lenne mondjuk, ha heti szinten csinálnád meg? Érted? Na most akkor megmutatnám nektek, jó? A következőt. Itt van az összes képzésünk, amit éppen átszaladok rajta. Jó, 25 nagy témánk van, itt ez mind az. Ez mind több hónapos képzés, jelenleg 9 éves képzésünk van. Jó, és nézzük ezt.
Például, ha két havonta mondjuk duplázódna a csoport létszámod, a láncban duplázódna. Tehát magyarul az azt jelenti, hogy két havonta átlagosan minden ember hozna egy embert. Jó? Ez a példa. Akkor ez lenne a havi kereseted, jó? Nézzük, hogy alakulna, jó? Mondjuk a 12. hónap végére 240 ezer forintos jutalék. A 24. hónap végére 33 millió forintos jutalék. Azt, ha jól számolom, 8 számjegy, nem? És az azt jelenti, hogy a csoportod az 10.240 fős. És ezt sokan megcsinálnátok, csinálnánk, akkor ezen a bolygón hamar lenne aranykor, nem 2035-re. Tudod, mennyi időn belül? Kb. 4-5 éven belül aranykor lehetne ezen a bolygón. Jó? És akkor ez az elhűlés megállna. Kicsit visszafordulna. Először megállna, majd visszafordulna. Jó? Szóval a lényeg az, hogy gondold végig két hónap alatt egy olyan embert hozni, aki nekiáll tanulni. Átlagosan. Az nem azt jelenti, mert ugye én az imént azt mondtam, hogy 8-nak mondod. Ha 8-nak mondod, és utána lezárod az illetőket, akkor az azt jelenti, mondod vagy elhozod, vagy megnézitek közösen videón, az azt jelenti, hogy 3-4 igent fog mondani, ha jól csinálod. Lehet elrontani, jó? De lehet jól csinálni. És onnantól kezdve az azt jelenti, hogy ha valaki nem hoz senkit, de te hozol mondjuk 3-4 embert egy hónapban, belefér, érted? Vagy a másik nem hozott egyet se. Mert lesz, aki egyet se hoz, lesz, aki egyet hoz, lesz, aki kettőt. Az eddigi legtöbb havi tanuló egy embertől az mennyi volt? 26? Azt hiszem ennyi volt. Oké, egy hónap alatt. 26 tanuló. Tehát magyarul majdnem minden nap egy. Jó? No, tehát érdemes ezen elgondolkodni, hogy itt van egy fejlődési lehetőség, egy korszakváltási lehetőség, és itt van egy üzleti lehetőség a világ legjobb üzletével. Van 20 feltétele, hogy mi a jó üzlet. És a bolygón nincs még egy üzlet, amely megfelelne ennek a 20 feltételnek. Jó, és itt a 20 feltétel. Világon ez az egyetlen ilyen üzlet. Jó, erről az előzőben részletesen beszéltem, az előző ilyen bemutató. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeteket, várunk szeretettel, hogy beteljesítsd ennek a népnek te is a küldetését, hogy átadjuk az embereknek a bolygó, az emberiségnek, bolygó lévő emberiségnek a magasabb rendű tudást. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, visszaadom a szót a házigazdáinknak. Mester, hát ez nagyon jó volt. Szeretném mondani mindenkinek itt rögtön leszögezni, hogy nézed otthon, vagy nézed felvételről, az nem olyan, mint amikor itt vagy. Hát élőben egy ilyet végighallgatni, új tudást szerezni, vagy ilyen lelkesítés, energiákat kapni, az nem olyan, mint képernyő előtt ülve, vagy telefonon nézni, satnya hangszínnel. Élőben a mester hangját hallgatni, és ezt a tudást, az a valami. Ez így van, valóban egyébként a legjobb, amikor itt tud lenni az ember személyesen. A mester már beszélt arról, említette, hogy mi 9 éve, hogy itt tanulunk. Mi mielőtt ide kerültünk a Nyílt Akadémiához, a PPH-hoz, nagyon sok fele voltunk. Amikor
Nálunk úgy történt a csatlakozás igazából, hogy 9 évvel ezelőtt, emlékszem, tél volt, és nem voltunk valami jó állapotban, mert voltak problémáink. Most már utólag egyébként, amik ide ki vannak vetítve, rájöttünk, hogy mi azt hittük, hogy csak igazából akkor a párkapcsolat volt. Volt anyagi problémáink is, mert volt egy jó kis kölcsönünk, és az úgy mindent, minden borult körülöttünk. És a párom rátalált egy hirdetésre, és azt hiszem, igen, beregisztráltál, és miután beregisztrál valaki egyébként a weboldalra, akkor ott megnyílik, és tudjuk nézni, információk vannak, hogy mi is az, amivel foglalkozik a Nyílt Akadémia. És azt mondta, hogy nekünk ez kell. És emlékszem, hogy azonnal fel is hívta Szedlecsik Miklóst, ugye? Marian, bocsánat, igen. És beszélgettünk egy pár szót, beszélgetett pár szót velük, és azt mondták, hogy nekünk ez nagyon jó lenne. És ez valóban így van, és én nagyon büszke vagyok arra, hogy mi itt tanulunk, mert nekünk ez lett a 9 év alatt olyan életmódváltásunk, olyan világunk lett, amiről szerintem nagyon sokan álmodunk, és mi is álmodtunk, hogy nem csak az, hogy boldogságban éljünk, szeretetben, jól tudjunk egymással bánni azokra az életterületeken, amire ki van vetítve, hanem itt a cél is. Tehát itt nem csak mi vagyunk, hanem itt van egy közösség, van egy nagyon nagy cél, amit ezt együtt dolgozhatunk benne, tehetjük meg, hogy elhozzuk tényleg ezt az aranykort, és mindamellett pedig valóban, mint ahogy most Miklós itt beszélt a világ dolgairól, itt nem csak olyan tudást kapunk, ami az ember és az élet működéséről szól, hanem a világról. És fantasztikus úgy jönni, járni kell ebben a világban, akik mi itt tanulunk, mert Miklós nekünk ő jóval előrébb jár a dolgokban, és minket nem érnek váratlanul azok a dolgok, amik történnek a világban, mert már úgymond felkészít minket. És nagyon sokféle voltunk, és valóban és soha nem kaptuk meg azt a tudást, amiben boldoguljunk a világban, és úgy gondolom, hogy biztos ti is látjátok, hogy ez a világ nem, hogy egyre jobb lenne, hanem egyre rosszabb, és azt tapasztaljuk, hogy a tudás nélkül elnyomnak minket. Tehát, hogyha nincs meg a tudásod, valóban manipulálhatnak téged, és egyszerűen nem tudsz fennmaradni. Megvezetnek szó szerint. Megvezetnek, és elterelik a figyelmedet, össze-vissza kuszálják az érzelmeid, és a végén már sem fogod tudni, hogy előre mész, vagy hátrafele a mai világba. Én még arról beszélnék kicsit, a mester elmondta az ő szempontjából, a szemszögéből, hogy az ő által létrehozott akadémia és a rendszer hogy működik. Mi meg ugye benne vagyunk, mint tanulók, hogy mi tetszett nekem. Ide jöttünk 2014. októberbe. Elkezdtem tanulni, és körülbelül a saját zsebemből azt hiszem 3 hónap tandíjat tudtam befizetni. Mert utána már voltam annyira lelkes, hogy hoztunk egy pár tanulót, és egyszer csak mondták, hogy hát van jutalékom, és azt vissza lehet forgatni tandíjba. És onnantól kezdve én nem fizettem tandíjat, hanem mindig a jutalékból. Na most pár nappal ezelőtt beszélgettem egy hölgyel, mondja, hogy ő egy coachképzőben tanul. Mennyi havonta? 100 000. Kötni kellett 5 hónap szerződést, tehát ez 500 000. Jó, kifizette. De nem tudja gyakorolni, ő dobta föl a labdát, de nem tudja gyakorolni. Nincs kint gyakorolni a tudást. Elmondom, átordultam otthon, és akkor most elmondom neki, hogy nálunk hogy van nálunk. Ide jössz tanulni. A tandíjért veszel egy üzletet a havi tandíjból, ami első hónapban 19 700, második hónaptól 12 500, ezért tanulsz, meg van egy üzleted. Mit jelent az üzlet? Ha kiajánlod más embereknek ugye a tanulást, ők eljönnek tanulónak, részesedsz a tandíjukból. Megvan az üzleted. Igen ám, de onnantól ők hozzád vannak csatlakozva, és ha már egy kicsit tapasztalta vagy a PPH-nál, akkor rád vannak bízva, te vagy a tanácsadójuk. Vagyis ez azt jelenti, hogy mi nem csak a saját 10 életterületünket látjuk, hanem a másokét,
a másokkal, hogy mit csinál önmagával, mit csinál a párjával, a szüleivel, gyerekével, munkájával, pénzével, környezetével, hatóságokkal, az Istenével mit csinál. És alattunk bizony több száz ember van már, akik sokszor tőlünk kérdeznek. Ez azt jelenti, hogy megvan többszörösödve a tapasztalati tényező, hogy mennyit tudunk tapasztalni mi hetente, naponta, hányan fordulnak hozzánk. Hát ez egy óriási dolog. És ezt vettük meg egy havi tandíjért. Ebből lett nekünk vállalkozásunk, alapítottunk rá egy KFT-t, lett egy teljesen más életünk. És valóban nekünk előtte volt egyébként vállalkozásunk, de rengeteg pénzt, rengeteg idegességet, mire nekünk meglett a vállalkozásunk, kellett beletenni, és szerintem az embereknek olyan furcsa is, hogy valóban amíg ki volt vetítve ez a 20 dolog, hogy itt valóban úgymond egyszerűen tudsz egy vállalkozást elindítani, mert tényleg nincs benne kockázat, nincs benne idegesség, nem vagy egyedül, így van, igen. És ez először nekünk olyan furcsa is volt, hogy jössz egy külső világból, és mindenben segíteni akarnak, az nagyon furcsa. Nekem még most is mondják néha, akik jönnek tanulónak, hogy mikor össze találkoztunk, azt hitte, hogy én be vagyok kábítószerezve, mindig mosolygok mindig. Nem mondom, ez elég messzi áll tőlem, már ne arra, ugye. Egyszerűen csak jól érezzük magunkat. Igen. És a másik pedig az, hogy tényleg ennél tisztességesebbet, tehát én nem találtam még, nem. És a másik pedig az, hogy a mi tevékenységünk, a mi szolgáltatásunk, nem csak mi, hanem itt nagyon sok PPS megtapasztalta már, hogy az égiek mennyire támogatják. Nagyon. Nagyon. Igen, mi a dolgot, ha tetszik, amit itt elmondtunk, meg látod a mai előadást, keresni kell egy szimpatikus PPH-st, felvenni vele a kapcsolatot, és segít neked, hogy váljál a lehető legkönnyebben tanulóvá, és elkezdheted a tanulást. Remek témáink vannak, ugye azt mondta a mester. Egy fantasztikus élmény válhat ebből a dologból a te életedben is, mint ahogy nekünk már elég régóta az. Most 30 perc szünet következik, aztán második rész, gyereknevelés, 5 coach képzés fog kezdődni. Igen, itt még mondanám, hogy sokan el vannak avval, hogy van 1300 előadás a YouTube-on, és avval ők el vannak telve. Azokban nincs megoldás. Nem vagy tanuló. Ez azt jelenti, hogy olyan, mintha nézegeted a YouTube-os előadásokat, állsz egy autópálya szélén, és nézed, hogy mennek a királyabbnál királyabb autók. Ha tanuló vagy, akkor olyan, mintha menni az autópályán egy jó autóval. Körülbelül ennyi a különbség. Köszönjük szépen, szeretünk benneteket, sziasztok! Köszönjük!